A Kultik mozi elől a Dózsa térről rajtolt a Fuss velünk, fuss értünk elnevezésű rendezvény, amelyet az Esőemberek szüleinek Dunajvárosi Egyesülete és a Karissa SE szervezett. Azt gondolom, hogy ez a rendezvény az igazából azt teszi számunkra lehetővé, hogy a népszerűség, bocsánat, ez így idézőjeles, de mindenképp a társadalmasítása ennek a problémakörnek. Szerencsére számában nem túl nagy ez a csoport, és ez azért nagyon jó hír, de pontosan ezért nagyon nagy szükségük van az elfogadásra és a segítésre. És azt gondolom, hogy egy ilyen sporttal, szabadidővel, családi rendezvényként összehozott, tematizált rendezvényre szükség van. A közös futást negyedik alkalommal rendezte meg a két egyesület. Igazából jó tapasztalatunk van, és nem csak a rendezvények kapcsán, hanem általában a városban való megítélése a fogyatékosságnak, mint jelenségnek. Azt érzem, hogy maga a város is, hisz rengeteg intézményrendszere befogadja őket, tehát már itt egészségesek és problémával élő gyermekek együtt nevelkedhetnek, de igazából tényleg azt kell mondanom, hogy le a kalap a Dunajváros lakosai előtt. Orosz Tamás létesítményi tűzoltó azzal hívta fel a figyelmet a kezdeményezés fontosságára, hogy a munkája során használt felszerelésben futotta le a távot. Tűzoltóként eleve a szakmánk része a segítségnyújtás, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom ezt végigcsinálni légzőkészülékben. Orosz Tamás elárulta, nem ez az első alkalom, hogy hasonló nehezítéssel teljesít egy-egy kihívást. Én évek óta tűzoltó lépcsőfutó versenyeken versenyeztem, úgyhogy és a munkám folyamán folyamatosan használom. Így azt gondoltam, hogy ez a 2 kilométeres táv, ez könnyedén teljesíthető lesz nekem. A rendezvényen Barta Endre, Dunajváros humánügyekért felelős alpolgármestere is részt vett. Személyesen is lefutotta a 2 kilométeres távot. Én mindig nagyon örülök annak, amikor a sport találkozik a karitatív tevékenységekkel, és éppen ezért külön öröm számomra, külön boldogság számomra, hogy ez már a sokadik ilyen rendezvény ebben az évben, és természetesen az önkormányzatnak mindig is mellé kell állni az ilyen rendezvények mellé, hiszen nézzünk csak szét, mennyien gondolják még úgy a városból, hogy ez fontos. Gondoljunk az elmúlt időszakban például, hogy az Esőembereknek is volt a kempingben is egy fantasztikus rendezvényük. Itt volt a Jó Szolgálati Otthonnak is, most ugye 30 évesek voltak és a Nagyobb Képben rendezvény. Én azt gondolom, hogy ez nem csak fontos, hanem igenis büszkeség számunkra. Mozgóképes összeállításunk mellett a dunajváros.com weboldalon fotógalériát is láthatnak az eseményről, valamint Kispad című magazinunkban bővebben is beszámolunk a jótékonysági futásról.